Akkor Reddel Szvámi mindenkinek, elkezdjük a mai szatszángot, és pedig lenne a 196-os Bajanna. Reddel Szvámi. Kirpál megkönnyörült, és eljött az otthonunkba. Kegyesen meditáltatott bennünket az igaz námon. Adakozóan nám nélkül úgy bolyongunk, mint egy árva. A te kezedben van a zsineg, amint függünk. Neked kell megvédened a becsületünket. Ez a te lelked, meg kell könyörülnöd rajta. Elválasztva tőled ezeket kérem. Tele hibákkal arra kérlek, bocsáss meg nekem. Mindig megszüntette a születések és halálok körforgása. Te vagy a megbocsájtó, szabadíts meg bennünket, bűnöseket. Hűsd le a szenvedő szíveket egy pillanat alatt. Létrehozta az igaz ösvényt, miután szacengot tartott. Földön és vizen minden a te játékod. Mindenben ott vagy, és figyeled a játékot. Ajaib életére hűsítő fuvallatot árasztottál. Kirpál megkönnyörült, és eljött az otthonunkba, és kegyesen meditáltatott bennünket az igaz námon. Uikidi alim, kirpalingari agia, deyakari apasacham, namajapagia, uikidi alim, kirpalingari agia, Dayakari apasacha namacha pangiya uikidiyalam Namato bagere datam tviridime sakani Namato bagere datam tviridime sakani Tere hate dore sadi tuhi pate rakani Tere hate dore sadi Tuhi pat rakni, atmae terite, taras tenu agyam, dayakare ap sacha, nama japangya uike diyal, kirpare gare agya, dayakare ap sacha, nama japangya uike diyal, Vicherdi me te to tere vasate me pondiya Vicherdi me te to tere vasate me pondiya Av guna di bare te to bul bakshondiya Av guna di bare te to bul bakshondiya Na jan wala geda sadahi mukha gaya Dayakare ap sacha nama japagya uike diyal kirpale gare agya Dayakare ap sacha nama japagya uike diyal tusi bakshind sanu papiyan utare do Tusi bakshind sanu papiyan utare do Dukh dil taiya ke pal vich tare do Dukh dil taiya ke pal vich tare do Sat sang kar sacha ras ta chala gya Daya kar ap sacha Nama japagya uike diyal kirpale gare agya daya kare ap sacha nama japagya uike diyal jal tal vich saram tera hi pasare
ਜਲਤਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਸਾਰੇ, ਗਤ ਗਤ ਵਿੱਚ ਬੇਕੇ ਦੇਖਦਾ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਗਤ ਗਤ ਵਿੱਚ ਬੇਕੇ ਦੇਖਦਾ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜਾਇਬ ਦਿੱਤੇ ਤੰਦ ਵਾਰ ਤਾ ਗਿਆ, ਦਇਆ ਕਰ ਆਪ ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਪਾ ਗਿਆ, ਓਏ ਕੇ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਦਇਆ ਕਰ ਆਪ ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਪਾ ਗਿਆ, ਓਏ ਕੇ ਦਿਆਲ। ਸਵਾਮੀ folytatjuk Baba Szumanátnak a szatszangait. Megnézzük, hol tartottunk, pillanat. Igen, ez a Kábir Száib himnuszokat kommentáló szatszang sorozatnak a negyedik szatszangja következik. Negyedik szatszang. Tehát Baba Szomanadzsi negyedik szatszangja a Kábir Száib himnuszokat kommentáló sorozatból. Himnusszal kezdődik. Édes gyümölcsnő magasan a fák tetején, ki tud felmászni, hogy azt leszedje? Kommentál. Azt mondja, hogy ez a gyümölcs rendkívül édes, semmilyen más édesség nem hasonlítható hozzá. De ez a gyümölcs magasan nő a fák lomb koronájában, messze a többi gyümölcs felett. Csak egy ritka lélek tudja leszedni azt a gyümölcsöt, senki más nem tud olyan magasra felmászni. Himnusz. Csak az igazi, aki ismeri a módszerét annak, hogyan lehet kinyerni ezt a nektárt, az ihatja meg csak. Kommentár. Ennek a gyümölcsnek a leve nektár. Csak aki megtalálta az igazságot és követi a helyes módszert, az ihatja azt a nektárt. Amíg nem vagytok keresztül kasul igazak, addig nem kapjátok meg annak a gyümölcsnek a levét. Egy egészen más idézőjelben nektárt fogsz inni. Ha a hamisság telepedett meg benned, akkor csak a hamisság gyümölcsét fogod szedni. Ahhoz, hogy az igazság gyümölcsét elérd, magadnak kell igaznak lenned. Amikor az igaz nám amritja megnyilvánul benned, csak akkor ihatod meg az igazság gyümölcsének a nektárját. Himnusz. Megmászni ezt a fát nehéz feladat. Törzse nagyon csúszós. Minden alkalom, amikor megpróbálsz magasabbra mászni, de újra lecsúszol. Kommentár folytatás. Ez a fa annyira csúszós, hogy amint átteszed a lábadat a törzsre, azonnal lecsúszol az alvilágokba. Csak egy ritka bátor ember, aki igénybe veszi a Szadguru és a nám támogatását, tud felmászni erre a fára. Ha egyedül próbálkozol, anélkül, hogy átadnád magad a Szadgurunak, egy kicsit felmászol, de aztán visszacsúszol, és eltöröl a csontjaidat. Egy ideig erőködsz, majd kijelented, idézed, hát ez a bhakti, ez nem nekem való. Lehet, hogy több lelki embernek sikerülhet, de én végeztem velem. 10 éve, 20 éve próbálkozom, és egyáltalán nem értem el sem. El fogom felejteni ezt az egészet. Ez a helyes dolog. Ha így folytatom, sem az odaadástól, sem a világtól nem fogok kapni sem. Legalább hadd élvezzem a világi örömöket, amíg itt vagyok. Idézőjelbe zár. Ha így gondolkodunk, a lábunk megint megcsúszik, elesünk, és a csontjaink összetörnek. De azok a tanítványok, akik a mesterre támaszkodnak, akik kitartóan, rendszeresen és elszántan kitartanak, ők felmászhatnak arra a fára, és megízlelhetik a gyümölcsöt.
Mások csak vágyálmoknak. Sokan várnak szacángivát, de csak akkor juthatsz előre, ha pontosan és rendszeresen végzed a meditációt. Most leülünk meditálni, és rögzítjük a figyelmünket. Ez olyan, mintha a lábunkat a fa törzsére tennénk, hogy feljebb mászhassunk. De rögtön, amikor jön valami gondolat a világról, megcsúszunk és visszaesünk. Sok év telik el így. Igen, a meditáció egy bizonyos mód után folytató, de nem érünk el semmit. Amikor meditálni próbálunk, elalszunk. Vagy a büszkeség támad ránk, vagy valami világi gondolatok kerítenek hatalmukba. Aztán puff, az odaadásuk hirtelen megáll. Himnusz. Dobjátok félre a testi és szellemi büszkeségeteket. Emelkedjetek fel tisztelettel és alázattal. Akkor megízlelheted ezt a gyümölcsöt. Kommentár folytatás. Most azt mondja nekünk, hogy mondjatok le mind a testi, mind az elme büszkeségéről. Legyetek szolgák és alázatosak. Akkor felmászol arra az ágra, ahol az a gyümölcs ló, és részesülsz a nektárjába. Amíg az alázat és az alázatosságnak az érzése nem gyökerezzik meg a szívedben, hogyan tudsz előre haladni a küldetésedben? Barátom, a világi nagyságra vágysz, nos, hányszor érted el ezt az elmúlt születésekben? Amire vágysz, azt már bőségesen megkaptad. Éppen ezt az önérzetet kell kiirtanod a bhakti által. Tehát éppen azt, amit elértünk, azt kell kiirtanunk, ugye a bhakti által, az áhítat által. Ha csak azért csinálod az odaadást, hogy a világ szemében nagyjá válj, hát akkor mit remélhetsz? Hogy mit remélhetsz, hogy egyáltalán elérhetsz a gyakorlásod? Mindössze annyit érsz el, hogy egy újabb fordulatot teszel a 84 millió születés és halál kerekét. Kabir azt mondja nekünk, vers, mindenki a nagyságra vágyik, senki sem akar alantas lenni. De az a lélek, aki az alázatosság útját járja, a legmagasztosabb lesz mindközül. Kommentár folytatása. Amíg nem leszünk alázatosak, nem emelkedhetünk magasabbra. Minden jóginak, gyáninak, dzsattinak és így tovább ez a gondolata, idézet. Legyek én a legnagyobb mindközül, idézet vég. Földi tartózkodásunk során már nagyok lettünk. Egunk mérhetetlenül kitágul. Ha fel akarunk emelkedni a belső birodalmakba, alantasokká kell válnunk. A bhakti, az áhítat fő tétele ugye az alázatossá válás, az ego és a büszkeség félredobás. Vers. Mindenki végzi a bhaktit, de senki sem dobja el az illúziót. Az illúzió csapdája mérhetetlen szenvedést okoz. Mentárfolytatás. Mindenki végez bhaktit, de amíg nem távolítod el az illúzió érzését magadból, addig a bhakti nem lehet sikeres. Még a bhakti végzések közben is nyomorúságos. A dualitás, a szerelem és a gyűlölet összecsapása támad fel benne. A boldogság és a belső élmény mind eltűnik, és fogalmat sincs, hogy hová tűntek. Sokan úgy kezdik el a felemelkedést, hogy nem értik az ösvényt. Másokat utánozva veszik fel a gyakorlatot, aztán a lábad megcsúszik, leesel a magasból, és újra a földön landolsz. Látva, hogy mások gyakorolják az odaadást, néhányan azt gondolják, idézett, én is elfogadom ezt a námot, és neked is ezt kellene tenni. Több idős ember is van a háztartásunkban, a nagyapám és a nagy. Őket is be kellene avatni. Aztán miután magukhoz vették a námot, ha meghalnak, halljanak meg. Gondoskodni fognak róla. Nézett vég. Barátom, mi hasznod származik abból, ha ilyen módon veszed a námot? Egyáltalán sem. Neked magadnak kell először megértened az ösvény alapelveit.
hogy milyen gyakorlatokat kell elfogadni. Aztán magadnak kell követned az utasításokat, és felemelkedned magadnak. Ha egyszer valódi megértésre és tapasztalatra teszel szert, akkor bátoríthatod az öregeket, hogy vegyenek részt a beavatásuk. Jelenleg a saját gondolataitok nem csendesedtek el, és nem vagytok szabadok a büszkeségtől és az egótól sem. Sokan hallanak a námról, és azt mondják, idézet, jó lesz, ha magunkhoz vesszük a beavatást, idézet végén. De értitek-e, hogy mi lesz ez a jó dolog? Csak a námot felvenni vagy bevenni nem elég. Amíg nem nyilvánul meg a nám önmagadban, addig mi jót tehetsz vele? Ezért, látva, hogy mások csinálják az odaadást, sokan utánozzák őket, és elfogadják a nám. Kapnak egy kis inspirációt, hogy haladjanak a belső úton, de miután rövid időre felemelkedtek belül, visszaesnek és eltörnek a csontjai. Aztán azt mondják, hogy nem akarnak többé semmi közük a baktihoz, nem akarják ezt tovább csinálni. Az ilyen hiányos odaadásból semmi hasznot nem húznak. Minden kemény munkájukért csak szenvedést kapnak. Himnusz. Helyezd a lábad az igazságod lépcsőjére, fogadd meg a guru tudásának kötelét. Fogd meg a guru tudásának kötelét. Kommentár folytatás. Van benned egy kötél, az igaz sábd hangja. A csengő sugárzás fix hang, víz hangzik benne. Csatlakoztasd gondolataidat ehhez a belső hanghoz. Sajnos itt zárja ebbe a szallagnak vége. Végül van egy kis rész még. Kábir azt mondja, figyelj Szádhu testvér, akkor leszedheted azt a gyümölcsöt. Ez Károly teszi. Elszakítod, vagy vége lesz. Itt ért véget, ráteszem ez a negyedik. Nagyon jó szükség. És bármi meglepő, de az ötödik szatszánk jön. Ugyancsak ugye bebaszolanattól. Himnusszal kezdődik. Ó, lemondó, először tökéletesítsd a gyakorlatot, majd énekeld az ő dicséretét. Kommentel. Ez Paramhansa Sadguru Kabir Sahib Ji Bánu. Azt mondja nekünk, hogy aki visszahúzta a gondolatait a külvilágtól, és a belső csendes pontra rögzítette őket, aki megnyilvánította a sábdot, annak szavai igaza. Ők képesek átadni az igazságot másoknak, annak alapján, amit ők maguk belülről láttak és tapasztaltak. Ha csak a lélek nem húzódik befelé, és nem egyesül a sábdal, a szavaink értelmetlenek és hamisak. Csak az mondhatja el, aki látta. Himnusz. Amíg a spirituális gyakorlat nem hozza meg a gyümölcsét, a szeretettől megfosztottak maradunk. Kommentár folytatása. A szeretet addig nem ébred fel, amíg a belső kapu meg nem nyitik, és meg nem tapasztaljuk a sáb belső erejét. Az elme és mája ajtaja elzárja az utat. Amikor ez az ajtó kinyílik, a szeretet kincses háza, amíg bennünk rejlik, feltárul. Ha nincs spirituális gyakorlat, nincs szeretet sem. Ha dicsérjük a gyümölcsöt, anélkül megízlelnénk annak édességét, üres szavaink nem adnak dicsőség. Kommentár folytatása. Ha mi magunk nem ettük meg a gyümölcsöt, ha nem ízleltük és élveztük, akkor hogyan dicsérhetnénk finom ízét? Ha valaki még soha nem evett a gyümölcsből, még csak nem is látta, hogyan énekelhetné meg a dicséretet? A szavaik üresek, és nem árasztanak dicsőséget a gyümölcs. Az ilyen dicséretből hiányzik az igazság. A guru nélkül nem tudjuk megfejteni a belső tudás titkát. Elveszve maradunk a hamis és a haszontalan dolgok.
kommentár folytatás. Amíg nem találkoztunk a tökéletes Szádguruval, és nem szenteltük magunkat az általa előírt gyakorlatoknak, addig illúzióban maradt. Amíg nem szereztünk első kézből származott tapasztalatot a belső útról, addig minden beszédünk értéktelen, csak elpazaroljuk lelki tőkénket. Értelmünket az ego irányítja. Az ő tanácsai alapján cselekszünk, és azt hiszük, hogy elég, ha kedvező cselekedeteket végzünk, és elkerüljük a kedvezőtlen cselekedeteket. Életünket az örömök élvezetére és a fájdalmak elszenvedésére pazaroljuk, majd üres kézzel távozunk ebből a világból. Nem kaptuk meg az igaz tudást a gurutól, és nem szereztünk semmilyen tapasztalatot a túlvilágban. Amíg nem találkozunk az igazi guruval, milyen utat követhetünk? A helyes ösvény ismerete nélkül hogyan tudunk előre haladni a lelki? Himmusz. A vakember kezébe vette a lámpát, és megpróbálja megvilágítani az utat. Kommentár folytatás. A vakember fog egy fáklyát, lámpást, vagy lámpát esetleg, és utasítja a többi vakot, hogy kövessék, majd elindul, hogy végigveszesse őket a sötét úton. Ennek a vakembernek fogalma sincs arról, hogy mi az a fény, még csak nem is látta soha. Hogyan tud tehát másokat vezetni és megvilágítani az útjukat? Ugyanígy mi is a saját vak értelmünkre bízzuk a sorsunk. Elfogadjuk az értelmet Istenünknek, és ezt az Isten szolgálva eldobjuk értékes emberi születésünk. Egyszer négy vak, ugye, ember elment megnézni egy elefántot, az egyik vakember végig simogatott a kezével az elefánt hátán, és kijelentette, az elefánt olyan, mint egy fa. Második vakember végig dörzsölte a kezét az elefánt lábán, és azt mondtam, nem, az az elefánt olyan, mint egy nagy oszlop. A harmadik vakember odalépett az elefánthoz, és történetesen éppen az elefánt nagy lapos füléhez dörzsölte a kezét, és az a vakember ugye azt mondta a többieknek, hogy ez az elefánt nagyon hasonlít egy gyékény kosárhoz. A negyedik vakember odalépett, hogy megtudja, mi van az elefánttal, megragadta az elefánt farkán, és azt mondta a többieknek, mindannyian tévedtek, az elefánt olyan, mint egy hosszú nagy kötél. Mindegyik vakember azt a benyomást fejtette ki, amiért az elefántról a tapintás a révén alkotott. De ha valaki, akinek van szeme is, megnézte volna az elefántot, akkor látta volna, hogy az elefánt valami egészen teljesen más, mint amit az a négy vakember benyomásairól mond. Hasonlóképpen mi emberek is szellemileg vakok vagyunk. Valaki azt mondja, hogy Istennek öt arca van. Valaki más azt mondja, hogy Isten a négy arcú Bráma. Valaki más azt mondja, hogy Isten a három arcú Dátreja. És így tovább, és így tovább. De mi a valóság? Isten nem születik és nem hal meg. Nincs formája és nincs színe. Ő egy önmagában létező erő. Mindent, ami létezik, az ő erejével támogat. Az egész világ, az egész teremtés ő benne létezik. Hogyan lehet neki három, négy vagy öt arca? Ezeket az elképzeléseket az értelmünkkel fogalmazzuk meg, majd a saját magunk által teremtett képzelgéseket imádva elherdáljuk az emberi születésünk. Meg akarsz világosítani másokat, miközben te magad a sötétben botladozol. Kommentár. Oly sok történetet mesélünk másokkal bemutatva Istenről való tudásunkat, de mi magunk a sötétben maradunk. Amíg a guru tudásának fénye nem virad a saját szívünkben fel, addig milyen megvilágosodást tudunk nyújtani másoknak, bármennyit is prédikál. Nem tudjuk átadni azt, amit nem ismerünk. Himmusz. Spirituálisan vak vagy, de amikor még 10 vak ember sereglik körülötted, az egész világ gurunak nevezték. Kommentár folytatás. Egy vakember elkezd prédikálni, és sok más vakember gyűli köré.
gurunak nevezik azt az embert, és a gyülekezet nagyra duzza. A idézetben guru szó azt jelenti, hogy az, aki fényt világít a sötétségben. A gu sötétséget jelent, a ru azt jelenti fény. Tehát amíg a guru erő fénye nem nyilvánul meg a szíved sötétségében, hogyan lehet téged egyáltalán gurunak nevezni? Nem ismerve az igaz otthont, másokat tévútra vezetsz. Kommentár folytatása. Idézet. Honnan jöttem? Mi az én igazi hazám? Milyen utat kövessek? Milyen elveket kell elfogadni? Milyen belső tapasztalat vezet az elvezett hazámhoz? Idézet végén. Amíg nem szerzed meg ezt a tudást, nem tudsz fejlődni. Nem számít, ha az egész világ követ is téged, és a guru gurujaként dicsérnek is téged. Himnusz. Ó, bolond, egy halott tuskot öntözöl nektárral, míg a kívánságokat teljesítő fát elfelejted. Kommentár folytatása. Ez a felbecsülhetetlen értékű emberi test olyan, mint a nektár, de a hamis értelembe vetett hitteddel elpazarolod az életet. Ezt a nektárt egy halott tuskóra öntitek. Nem kapjátok meg a nám belső megtapasztalását, és nem fedezitek fel azt az igaz urat, aki a kívánságot adó fa. Elvetitek a magot a sós földben, vizet öntesz a kövekre. Kommentár. Megkaptuk ezt a felbecsülhetetlen emberi születést, és ismételtük egy picit a námszimrán. De miféle námszimrán? Olyan, mintha magot vennél, és elültetnéd a száraz, sós föld. Az a mag nem csirázik ki, és nem terem gyümölcsöt. Azt mondjuk, hogy Isten kőből készült bálványokban lakik. Naponta elmegyünk, és megmosuk ezeket a bálványokat, és szolgáikká válunk. De ezek a bálványok soha nem esznek, soha nem beszélnek, soha nem mozognak, nem tesznek semmit. Még ha egész életükben vizet öntözöl ezekre a bálványokra, akkor sem nyerünk semmit. Ó, bolond, a saját házad ég, de te mások tüzét próbálod eloltani. Kommentár folytatása. Az én és az enyém, a vágyak és a vágyakozás, a kévágy és a harag tüze ég a szívedben. Te mások parázsló szemétkupacát próbálod eloltani. Barátom, először a saját tüzedet oltsd el. Azt mondják, vers, először a saját elmédet ébreszt fel, aztán megértetheted másokkal. Kommentár folytatása. Annyi finom ételt készíthetsz, de ha éhségedet akarod csillapítani, akkor meg kell enned őket. Meg kell tapasztalnod az ízüket, mielőtt másoknak egyáltalán dicsérhetnéd őket. Akkor a szavaidnak lesz némi súly. De te még nem etted meg ezeket az ételeket, és nem élvezted őket. Nem tudod, milyen az ízük, és mégis azt tanácsolod másoknak, hogy egyenek valamilyen ételt, mondván, idézet, ezt kellene enni. Ettől olyan erős leszel, mint egy birkó, idézet vége. De mi a helyzet a saját állapotoddal? Amikor valaki megkérdezi tőled, hogy te magad hogy vagy, azt válaszolod, idézet, hát nos, tuberkulózisban szenvedek, idézet vége. Milyen értéket nyerhet bárki a tanácsodból? Himnusz. A pánditok megtévesztettek, még akkor is, ha olvasnak és tanulnak. Ki fogja elmagyarázni nekik és helyreigazítani? Kommentár. Néhányan tudósoknak, értelmiségieknek és gyániknak nevezik magukat. De ezek a tanult emberek maguk is tévútra tévednek, ha hibáznak, ki lesz képes rámutatni nekik a tévedéseikre? Ha a vezetők rossz úton járnak, mi lesz a világ?
himnusz. Kabir azt mondja, idézett, figyelj, ó Gora, a szentek nem örülnek mindennek. Idézett. Kommentár folytatása. Kabir Szaib azt mondja Goratnaknak, idézett, ó Gorak, a szentek nem örülnek az ilyen vitáknak, tanításoknak és világi útnak. Idézett vége. Himnusz. Csak a ritka, bátor harcosok azok, akik elérik a tökéletességet, meg tudják magyarázni ezt az állapotot. Kommentár folytatása. Azt mondja, idézett, hívd bátornak azokat az embereket, akik győzedelmeskedtek a vágy, a harag, a ragaszkodás, a kapzsiság és az őrzés ellenségei felett. Idézett. A tökéletesek beleolvadnak a tökéletességnek ebbe a formáján. Kabir Szaib azt mondja, idézett, csak az ilyen bátor harcos, aki megtapasztalja a tökéletességnek ezt az állapotát, tudja elmagyarázni másoknak. Azt mondom, itt ért véget az ötödik szatszány. Még van egy kis időnk, úgyhogy neki fogunk a hatodiknak is. Legyen elég inspirációnk. Tehát a hatodik szatszányon, himnusz. A Szádgurú olyan kegyelemmel árasztott el engem, hogy az ismeretlen ismerté vált. Kommentár. Ez Szádgurú Kabir Szaib Dzsi bánja. Azt mondja nekünk, hogy nincs a guruval egyenlő istenség, mert az összes többi isten és istennő csak az általunk végrehajtott jó tettekért és igaz cselekedetekért jutalmaz. De ha meg akarjuk szerezni a felszabadulást, a guru lábaihoz kell menni. Ezért a guru nagyságát leírva Kabir Szaib így szól, idézett, amikor a Szádgurú elárasztotta kegyelmét rám, azt a valóságot, amely túl van az intellektusomon, intellektusom felfogó képességén, amely túl van véges érzékelési képességeimen, amelyet a védák, a sásztrák és más szent írások végtelenül dicsőítenek, megtapasztaltatta számomra azt a valóságot. Nincs senki a világon, aki olyan lenne, mint az én Szádgurum, az egész teremtett világban. Az univerzum minden részlegében és nagy részlegeiben is nincs neki párja. Ezért mondja Kabir Szaib vers, ha a gurum és a mindenható Isten is előttem állnak, kinek hódolja? Feláldozom magam a gurumnak, aki megmutatta nekem az Istenhez vezető utat. Kommentárkodik. Kabir Szaib azt mondja nekünk, idézett, nem árt kijelenteni, hogy a guru nagyobb, mint Isten, mert milliónyi jugán és számtalan életeken át Isten lakott a szívemben, és még most is, születésemtől kezdve egészen a jelen pillanatig, ő volt életem támasza. De ez a rejtett úr soha nem szólt hozzá. Soha nem mondta nekem, hogy bennem van, vagy hogy gondoskodik róla. Soha nem mondta el nekem, hogy szabadulhatok meg kál karmai közül. Egyáltalán nem mutatta meg magát nekem. De amikor a Szádgurú elárasztotta rám a kegyelmét, és rávett, hogy elmélkedjek a tudatos erőről, amely el volt rejtve az értelmem elől, felemelte a fájtrat, és megláttam, hogy az Úr közelebb van a legközelebbinél, és a szívem legmélyén nézett végig. Lábak nélkül jársz, szárnyak nélkül repülsz, csőr nélkül táplálékot kapsz. Miféle kegyelmet árasztott ő? Hogyan írhatnám le azt a kegyelmet, amit ő mutatott nekem? Aki ebben a világban születik, az a külső szemével lát, a külső fülével hal, a külső szájával eszik és iszik, a külső lábaival jár, és minden tettét ebben a világban, ebben a fizikai testben használva végz. De amikor az én Szádgurum leírta ezt a felfoghatatlan állapotot, és arra inspirált, hogy belülről szemlélődjek, mit mondott? Idézett, szemek nélkül fogsz látni, lábak nélkül fogsz járni,
szárnyak nélkül fogsz repülni, fül nélkül fogsz hallani. Amikor a Sadhguru megtanította a belső technikára, a lehetetlen valósággá vált. Azt mondja, idézet, száj nélkül táplálékot kapsz, idézetét. A dzsíva magába szívja az életadó nektánt belülről, és a lélek megelégszik. Sadhguru megnyitja a belső utat. Himnusz. Szemek nélkül látod, és fülek nélkül hallasz. Kommentár folytatása. Szem nélkül látni, fül nélkül hallani, ez egy belső tapasztalat. A Guru Nanak is beszélt előre a témáról. Vers. Szem nélkül látni, és fül nélkül hallani. Kommentár folytatása. Minden szent ugyanazt tanítja. Bármennyire is próbálkozol, nem leszel képes arra, hogy e fizikai szemek segítségével társánnyal legyen annak a belső úr. Ramdas Swami azt mondja nekünk, vers, ezek a húsvér szemek nem láthatják őt. Az urat csak a tudás szemével, zárva a belső szemmel lehet meglátni. Őt nem lehet látni a hús eme szemével. Csak akkor láthatod őt, ha a tudás szemével nézel. Ugyanígy hallani fogsz fülni is. Fizikai fülekkel a külső szavak hangjait hallod, de a belső dun önmagától hangzik, és ezt a hangot fül nélkül hallod. A külső hangokat a fizikai füleinkkel keresztül halljuk, de a belső hang nem létezne, érzékszerveink nem működnének, maga az élet leheletünk is megszűnne a belső hang. Himnusz. Ahol nincs nap és hold, ott nincs nappal és éjszaka. A lelkem elmerül abban a birodalomban. Most azt mondja, hogy abban a birodalomban, ahol nincs külső hold vagy nap, ahol egyáltalán nincs külső fény, ott orgonoztam le figyelmemet. Felismertem, hogy a fény ereje, amely megvilágítja a napot, és a holdat is, maga az az erő, amely a lelkemet élte. A Sadhguru feltárta a módszert, hogy a lelket mozdulatlanná tegyük, így szemléljük ezt a belünk lévő tudatos erőt, és egy gyakorlaton keresztül felszabadította a dzsívákat. Ez a guru szó jelentése. A guru nem pusztán fizikai test. Nem fog folytatni. Megköszönöm. És akkor, aki tud maradjon meditálni ezek után, és akkor egészkor jelentkezett egy bacsánat.